rendhagyó Andonik 4-es a Balaton partjáról, Anettel, Pistivel, mai vendégünk, Kefi! Azt hittem Dobrádi. Is. Milyen Dobrádi? Hogy kerülne ide a Dobrádi? Mindig összekevernek. De hát ő kopasz. Jó, neki ja, is nem voltak nagy zenei. Meg neki nincs elinge. A Dobrádinak? Ja, biztos. Na, ha már a Balaton partján vagyunk, akkor ezt beszéljük meg, hogy van-e neked olyan első balatoni élményed, ami tényleg visszaemlékszel, hogy először a Balatonnál akkor voltam, amikor? Van ilyen élményem, de azt nem akarom elmesélni kamerában. Ja, az első legkedvesebb balatoni élményedet régen volt, és elmesélem, de nagyban alakban. Csak, hogy egy siófoki átvilatott éjszaka után, tudjátok, vannak ezek a ilyen stégek, amik kicsit bejebb vannak a vízbe, igen, és rá vannak rakva ezek a vízibiciklik. Uh-huh. Hát régen így volt. És egyszer ott aludtam. De várjál, hát átmulatott éjszaka, én azt hittem, hogy gyerekkorodból mesélsz valamit. Én, ez gyerekkorom. Ja, én is azt hittem, hogy valami óriási hajnal. Kb. 14 éves voltam. Hol vagyunk? Hol vannak a rockstárok ehhez képest? Mert ilyen viccet félretéve, ez is igaz, de ott kezdtem még, amikor nem 10 éves voltam, hanem 10 éves korom alatt, akkor voltak, még ugye nagy kommunizmus volt, és Zánkán volt a úttörő központ, vagy nem tudom. Úttörő tábor. Ott úttörő tábor volt, és akkor ott voltak ilyen, minden nyáron ilyen táborok, és közben zenei versenyek, és én ugye akkor zongorázni tanultam, és akkor indultam ezeken a versenyeken, semmi. Ezért kevernek össze a Dobrádival. Semmit nem nyertem. Ő is indult Zánkán ezzel a tehetségkutatóan. A lényeg, hogy semmit nem nyertem sosem, de viszont felléptem már akkor, hogy zongoráztam ott, és akkor ezek nagy élménynek számítottak, hiszen akkor mozdultunk először otthonról, mint gyerekek, és nem otthon aludtunk. De hogy családdal is jöttél, vagy a család azt mondta, hogy na, Tibikét küldjük el a Balatonra, adláson világot? A Zánkára nem mentem családdal, nyilván a szervezők között volt. Nem a Zánkára gondolok. De utána minden évben persze, természetesen. Tibi, te Miskolc? Valószínűleg azért nem. Akkor te se 6-7 évesen láttad először a Balatont, hanem ilyen nagyobb gyerekként, nem? Nem, én nagyon fiatalon láttam, hál' Istennek. Ja, szerencsém van. Akkor Debrecen annyival kijebb volt, hogy én voltam útkor esőt, hogy én 14 éves voltam. Igen. Én nagyon sokat jártam a Balatonon, mai napig is a szüleimnek van ott lakásuk. Szerintem pont most is ott vannak. és én lehet, hogy egy kicsit meg is mondtam. A Balaton? Vagy a szüleim? A szüleim. Jézus! Nem, a Balaton. Hát csak hogy tegyük rendbe, értem a mondatomnak, legyen vége, meg elejjön. Nem, én nagyon szeretem a Balaton, de hogyha lehet, inkább tengerhez megyek. Hát most nem nagyon tudsz idén. Majd besózzuk a Balaton. Rakom bele konyhasót. Ekk úgy is van benne, érted? Most nem teljesen. Tényleg ezek a hagyományos balatoni kaják. A herkentyű, én nem vagyok halas, tengeri herkentyűből csak a rákot eszem meg mondjuk a lazacot, meg a tomhalat. Ez a három. A hekket azt annyira nem. Kár, mert azzal készültünk ma, ki fogunk hajózni a Balatonra, meglátogatunk különböző strandokat, és ott fogunk zenélni. Hajó, ha nem jó. És arra gondoltunk, vehetjük újra az egészet, hogy milyen jó lesz, hogy mindannyian hekket eszünk. Hát, majd valaki megeszik. Figyelj, nagyon szívesen eszek hekket veletek, kipróbálunk. Nem lesz a kedvencem. Én inkább maradok a pizzánál akkor. Jó, figyelj. A Balaton az értelemszerűen az mindenkinek hordoz emlékeket, de nektek zenészeknek, vagy nekünk zenészeknek azért egy másfajta megjelenési forma ez a Balaton, mert itt mindig voltak diszkók, voltak fellépési lehetőségek, olyan különleges bulik, amik máshol nem történnek meg. Biztos van valami élményed, amit el tudsz mesélni. Zenei élményem? Hát miért nem azt kérdezted? Hát nem ezt mondtad. Meg ami emlékszel, az a hátlátása, az meg van. Most régen alszol, az nem a zenei élmény, hanem egy koncertet kapcsolódó. Az kamaszkori élmény volt. De zenei élményem persze, hogy van. Képzeljétek el, legelőször életemben a
a fedélzet nevű helyen karaokeztam, Csillagfokon, az megvan? Nekem az nincs meg, én nem karaokeztam. Az a parton egy hely, ami direkt arra épül, hogy nem diszkózene van, és nem az van, hogy DJ játsza a nem tudom milyen zenét, hanem ott karaoke van. És akkor én oda megérkeztem valamikor, nem tudom hány éves voltam. És de akkor még nem voltál híres énekes. Te akkor nem vétekre karaokeztál. Nem, ott karaokeztam először. Na és milyen dalt énekeltél? És nagyon rá is szoktam, megmondom neked, Demién Ferenctől, de hogyan tudnunk én ezért megszívni. Tessék, de szép. És sikered volt? Ott fedeztek fel? Nem, akkor mi nem volt. Innen ment zárkába. Innen ment zárk, és utána. Sokáig nem voltunk jók, amúgy, mert hogy mi elindultunk három darab pop-fesztiválon, te emlékszel rá? Voltak ilyenek. És egyiken sem nyertünk el semmiféle díjat, meg eredményt sem. Mindegyikről hazakültek minket, teljesen jogosan, mert akkor még nem volt kiforva ez a dolog. Igen, de azok mindig szakmai versenyek voltak, és hát utólag mindenki azt mondja, hogy nem a szakma elismerése a fontos, hanem a közönségi. Igen, hát mondjuk egy éjfél után meg egy Vele minden jó, az megbukott a Pop-Rock Fesztiválon. Az szép. Nem csodálkozunk. Jó, de hál' Istennek a közönség megszereti. Na jó van, figyelj, felszállsz a hajóra velünk? Nincs ilyen tengeri betegséged, víziszonyod? Semmi, sőt, még hajójogosítványom is van. Komolyan? Mert tanultam, igen. Hát akkor mondjuk mellett a kapitány. Miskolc mellette teli. Akkor viszont a teljesen más. Miskolc mellett teli van ilyen bányatavakkal, és én gyerekkoromban tanultam. Süllyedést, ezt azt. Vitorlázni, úgyhogy nekem jó van. Akkor a bányatavak. És semmiféle izé nincsen a tengeri betegségem. Jó, úszni tudsz rendesen, na. Ha esetleg... Természetesen. Jó, rendben. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük szépen Kefirnek, hogy a velünk tart. Mi van ez a fülesem, hát énekelni fogok. Ja, közben, ha a karaokizom, tehát ha szól a füledben, és arra énekelsz rá. Oké. Jó, gyerekek. Viszlát! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok.